Nagy narancssárga fűnyíró traktor áll a rendőrség udvarán. Mögötte a hivatali autók sorakoznak. Többek közt ezt a gépet tulajdonították el egy kalocsai iskola raktárából a téli szünidő és az este 8 órakor beálló kijárási tilalom alatt. Az egyik kalocsai oktatási intézmény képviselője tett feljelentést a rendőrségen 2021. január 4-én, mivel a téli szünetben valaki betört az iskola raktárába, ahonnan egy fűnyíró traktor, ágvágó, sövénynyíró, szegélynyíró, lomseprű, valamint szerszámgépek tűntek el. A lopással több mint 1 millió forint kára keletkezett a tanintézetnek. A bejelentés követően az egyenruhások a helyszínre vonultak, és a szemle során megállapították, hogy a betörésnek több elkövetője volt. A nyomozás eredményeként a rendőrök 2 nap alatt beazonosították, és elfogták a feltételezett tetteseket. A 26 éves J. Richard, a 28 éves N. Richard és a 48 éves R. Miklós kihallgatása során beismerő vallomást tett. A nyomozók mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatásuk indítványozására. A lopott értékek előkerítése céljából a rendőrök több házat átkutattak. Ennek során az eltulajdonított tárgyak jelentős részét megtalálták, lefoglalták, és azokat az iskola már vissza is kapta. A bűnügyi osztály munkatársai a nyomozás során vizsgálják, hogy a betörés gyanúsítottjai más hasonló jellegű bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozhatóak-e.